Srak Sekonet Integral IP tűzjelzőrendszer rendszer. Sekonet ADV 535 tűzjelző rendszer. Az ADV 535 új vonali hőérzékelő felhasználási területe ott kezdődik, ahol a tűz érzékelése hagyományos tűzérzékelőkkel fizikai határokba ütközik. Működési elve egyszerű és megbízható. A felügyelni kívánt helységben levegővel töltött érzékelőcsöveket kell elhelyezni. Amennyiben nő a hőmérséklet, megnő a nyomás is a zárt érzékelőcsőben. Ezt a nyomást elektronikus nyomásérzékelő méri és kiértékelő elektronika hasonlítja össze folyamatosan a riasztási feltételekkel, amely villámgyorsan riasztást vált ki, ha a nyomás eléri az adott határt. Érzékelőcsőként normál esetben vékony részcső használatos. Amennyiben a környezeti feltételek megkövetelik, a cső nemes acélból vagy teflonból is készülhet. Szinte nincs olyan környezeti feltétel, ahol az érzékelő cső ne lenne alkalmazható, így akár robbanás veszélyes területeken is áthaladhat. Az érzékelőcső teljesen automatikus felügyelete érzékeli a legapróbb, még oly valószínűtlennek tűnő hibát is kivárgás gyanúja esetén, valamint meghatározott időközönként a felügyeleti berendezés meghatározott túlnyomáshoz létre az érzékelőcsőben. Amennyiben a nyomás mért növekedése eltér a tárolt szabványos értéktől, a számítógép azonnal hibát jelez. A megszólalási érzékenység széles tartományban állítható. Az ADV 535 a világ egyik leggyorsabb vonali hőérzékelője, amely teljesíti az EN 5422 előírásait is. Az ADV 535 esetében intelligens, dinamikus hőérzékelésen alapuló DHW riasztási algoritmus gondoskodik arról, hogy a környezeti feltételek okozta gyors hőmérsékletnövekedés nevezessen véletlen riasztáshoz. A rendszer először a nyomásgrádienst vizsgálja. Ha a nyomás növekedésének sebessége meghaladja a beállított határértéket, kezdetét veszi a késleltetési idő. Ha a nyomás növekedés továbbra is meghaladja a határértéket a meghatározott időtartam alatt, elindul a riasztás megerősítésére szolgáló algoritmus. Ekkor a rendszer azt figyeli, nő -e a nyomás a riasztás megerősítésére beállított értékkel. Amennyiben igen, akkor tűz következett be. Az érzékelő kiváltja a riasztást. Amennyiben a riasztás megerősítésére szolgáló idő anélkül múlik el, hogy fellépne a várt nyomásnövekedés, akkor csak zavaró jellemzőről van szó. A működési elv jól szemléltethető egy rakodórampa példáján. Az érzékelőcső a tető alatt a rakodórampa külső oldalán van felszerelve. Amikor télen kinyitnak egy nagy kaput, akkor hirtelen meleg levegő áramlik az érzékelőcsőhöz, ahol gyors nyomásnövekedést vált ki. Mivel azonban a légáramlat gyorsan meg is szűnik, a mért nyomás ismét csökken, azaz a riasztás megerősítésére szolgáló idő esemény nélkül telik el, így az érzékelő nem vált ki tűzjelzést. Szeretné nyilvántartani és kiértékelni a felügyeleti adatokat? Akkor rögzítse az opcionális memóriamodullal az adatok széles körére és hosszú időszakokra kiterjedő mentéseket SD kártyára, majd értékelje ki az adatokat számítógépen. Az ADV 535 emelet automatikusan képes kommunikálni a fölé rendelt rendszerekkel. Különböző interfészek teszik lehetővé az érzékelő, hálózatba kapcsolását tűzjelző központokkal vagy épületfelügyeleti rendszerekkel. Az ADV 535-höz két érzékelőcső csatlakoztatható. Ezt Double Tube Technology-nak nevezzük. Ezáltal egy kiértékelő egységgel akár 1600 négyzetméteres terület is felügyelhető. Legyen szó akár mélygarázsról, ipari konyháról, gyártóberendezésekről, magas hőmérsékletű területekről vagy alagutakról. Az ADV535 vonali hőérzékelőre biztosan hagyatkozhat. Így a kiesés nélküli működés még akkor is biztosított, ha a környezeti feltételek igazán zordnak nevezhetők az érzékelő így korlátozások nélkül használható olyan helyeken is, ahol a hagyományos tűzérzékelők rég csődöt mondanának. Az ADV HeatCalc szoftver segítségével a biztonsági rendszerek egészen korai szakaszban megtervezhetők, a praktikus ADV Config szoftver pedig az ADV 535 programozását és karbantartását könnyíti meg. Ahol a robusztus kialakítás számít, ott van az ADV 535 igazán elemében, a SAC Sekonettől.